Na szevasztok srácok, üdv a csatornán, kívül jelentkezik. Hát, tegnap esett. Na csácsom, hogy csöltészt a sziasztok srácok, kívül jelentkezik egy... Nálos srácok, tegnap meg volt az első live, és igazából felmerült egy olyan dolog, ami szerintem jó ötlet lenne. Emiatt egy ilyen felhívásszerű videót szeretnék csinálni. Nálos srácok, üdv a csatornán, kívül jelentkezik, és azt tudjátok miért csinálom, mert nem szerem össze gondolataimat, miért elkezdem a videót, mivel megnyomozta a rohadt play gombot, vagy reg gombot, mert még azt sem tudom kimondani. Jó, reggel Vietnám, üdv a csatornán, szevasztok gyerekek, kívül jelentkezik egy olyan videóval, biztos felkeltette az érdeklődéseteket ez a dolog. Hogy mi az, hogy RP Server Farming Simulator, most mi az az RP? Lehet, hogy páran nem tudjátok, hát például aki CMT-t játszott, vagy GTA 5 RP-t, az tudja, hogy mi az, meg sokan tudják talán, hogy mi az az RP. De azért elmondom. Az a lényeg, hogy szerepeket kell játszani, szóval mondjuk a GTA-ban az úgy valósul meg, hogy van egy karaktered, és annak a szerepéből nem szabad kiesni egész végig. Hogyha rendőr vagy, akkor te egy rendőr vagy, igazoltatnod kell, tenned kell a dolgodat, soha nem szabad úgy viselkedned, mint egy játékban lennél, hanem mindig úgy kell viselkedned, hogy te az a karakter vagy. Tehát például, hogyha Farming Simulatorra vetítenénk le ezt a dolgot, akkor ez úgy működne, hogy nem szabad taholni. Hát természetesen a valóságban se teleportál egyik helyről a másikra az ember, nem szabad taholni. Farming Simulatorban ez úgy nézne ki, hogy lenne egy szerver, ahol mindenkinek meg lenne a bizonyos karaktere, és azt szerint a karakter szerint kellene beszélnie, cselekednie, tenni a dolgokat, viselkednie. Gyakorlatilag ezt a személyiséget folyamatosan kellene őneki produkálni. Mondjuk úgy néz neki, hogyha lenne mondjuk Tibi a favágó, az reggel felkelne, lenne mondjuk egy kis poszkia, ővel azzal a kis poszkivel eljönne dolgozni, rendesen lenne mondjuk TSZ-elnök, lenne kombájnos, lenne ifás, mindenkinek meg lenne a bizonyos szerepe. És mondjuk törjünk vissza mondjuk Tibire a favágóra, eljön dolgozni, szépen ugye a TSZ-elnöktől megkérdezi az aznapi munkát, ki kell mennie neki az erdőre dolgozni, mondjuk segéddel, vagy akármi. Az egész úgy épülne fel, hogy nem pörgetnénk az időben, nem az lenne, hogy mondjuk természetesen a valóságban se pörgetsz az időben. Tudom egyébként most egyből eszerűtekbe jut a season mode, lehet, hogy azt is be fogjuk rakni, de egyelőre nem. Az a lényeg, hogy bizonyos sebességgel fog menni az idő, annak megfelelően fogunk vetni és aratni. Tehát, hogyha elvetettük a termést, akkor nem az lesz, hogy belepörgetünk az időbe, hogy gyorsan megnőjön, hanem mint a valóságban, amíg nem nől meg, kimegyünk más dolgot csinálni. Mondjuk erdészkedünk, vagy kaszálunk, vagy éppen bármi más. A nap végén éjszaka úgy lépülne fel, hogy a nap végén éjszaka vagy este a munkaidő, lenne munkaidő természetesen, amit lehet, hogy túlórával túl kellene lépni néha, de úgy lépülne fel, hogy nap végén, munkaidő végén hazamennének az emberek vagy a kocsmába, és ott is ugye lenne a párbeszéd, és gyakorlatilag a Farming Simulator mintha egy kicsit GTA-szerűvé kiterjesztenénk, szóval nem csak a munkáról szólna az egész, hanem esetleg hétvégi programokat lehet szervezni, ami azt jelenti, hogy falunapok, vagy pedig kocsmába például tevékenykedés, keresünk egy nagyon jó mapot, de autentikus gépeket természetesen TSZ-kélünk, hasonlóan lehet elképzelni ezt egyébként, mint a dobas, csak élőben. Szóval az élő az azt jelenti, hogy valóságos körülmények között tényleg élőben kell produkálnod ezt a személyiséget. Ehhez embereket keresek, de erről mindjárt fogunk beszélni. Igen, nagyjából így épülne fel az egész. Ugye reggel munkába kell menni, ezt nem akarom, kérdezzetek nyugodtan, vagy ötleteket írjatok, igazából ez a magja az egésznek, hogy így épülne fel. Munkába járás, mindenkinek meg lenne a személyisége, és improvizálni kell természetesen, nem lenne forgatókönyv, hanem improvizálni kell. Mindig az aktuális szituációnak megfelelően kell játszani, úgy, mint például a GTA 5 RP-ben. Igen, embereket keresek. Mindenképpen. Nem teljesen nyitott szemben lesz leginkább az elején, tuti, hogy nem. Olyan embereket keresek, akik egy az, hogy most ez nem akarok ilyen negatív diszkriminációba belemenni, de ne 10 éves embereket keresek, mert őnekik gyakorlatilag nem lenne autentikus, hogy mondjuk egy 10 éves hanggal lenne Józsi bácsi a kombájnos, vagy a portás. Emiatt inkább idősebb embereket keresek, akik éreznek affinitást arra, hogy ténylegesen élőben tudnak improvizálni egy bizonyos karakter. És ugye folyamatosan beszélnénk Discordon, és akkor
úgy lenne megoldva, mintha mindenkinél lenne CB rádió, és azért CB rádió nem telefon, mert ez ugye 80-as, 90-es években fog zajlódna. Egyébként mindenféle karaktert be lehet rakni, szóval nem muszáj lefedni a kombányos, ifás, traktorossal, lehet akár buszsofőr is, aki reggelente hordja az embereket a munkába. Szóval rengeteg, ez gyakorlatilag a farming szimulátor kiterjesztenénk egy ilyen GTA-szerű szintre, és használnánk a közösségi helyiségeket, a buszmegállókat, a járdákat, minden gyerekek, értitek? És akkor ez így épülne fel. Ötleteket várok, jelentkezőket e-mailbe várok, vagy esetleg akik régen óta ismernek, azok megkereshetnek Facebookon, tudjátok, olyan emberek. E-mailbe várok, és foglald össze, hogy hány éves vagy, meg ilyesmi. Igazából, hogyha egy olyan e-mailt kapok, hogy gyűnnék, az semmi is legtekintető. Egy pár saros e-mailbe, ja és Farming Simulator 15. Farming Simulator 15, megmondom miért, mert ott vannak a legjobb modok még mindig. Megbeszéltem Szilárd Niklivel, ő az egyik fő. Na. Jó, oké, ennyi volt. Remélem, hogy minden érthető. Csáááá!